Hatályon kívül kell helyezni a stop soros törvénycsomagot a Velencei Bizottság állásfoglalása szerint. Az Európai Bizottság is vizsgálja a stop soros törvényt, és ha szükséges, megteszik a szükséges lépéseket. A Fidesz-KDNP frakció szóvivője szerint elképesztő látni, hogy Soros alapítványai dróton rángatják az Európai Bizottságot. Orbán Viktor pedig a Kossuth Rádióban azt mondta, a stop soros és az alaptörvénymódosítás is szép, kifinomult jogi munka. Ez egy szép munka. Ez egy szép, kifinomult jogi munka, amely nagyon bonyolult filozófiai mélységű kérdésekben is jó választ talál. Így értékelte az állami rádióban az alaptörvény és a büntető törvénykönyv módosításáról szóló parlamenti döntést a miniszterelnök. Szerinte nagyon nehéz lesz bárkinek belekötnie egy olyan döntésbe, amely 80-90%-os többséget élvezett egy nemzeti parlamentben. Egy olyan törvényt, egy olyan jogszabályt, amely büntető eljárással, adott esetben börtönbüntetéssel fenyeget magyar állampolgárokat, jogászokat, civil szervezeteket, akik humanitárius segítséget, jogi segítséget adnak bajba jutottaknak, azt én cinikus megjegyzésnek tartom, hogyha valaki kifinomult jogszabálynak nevezi. A Nyílt Társadalom alapítványok elítéli a stopsoros törvényt. A szervezet augusztustól bezárja budapesti irodáját. Németországba költözik, de az eddigi munkát nem adja föl. Nyomatékosan arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy késedelem nélkül tegyen jogi lépéseket a magyar kormány ellen. Az Európai Parlament tagjait pedig arra szólítjuk fel, hogy kérjék számon a magyar kormányon az Európai Unió alapelveinek megsértését. Ez a jogszabály megmutatta, hogy a magyar kormány kész átlépni azt a vörös vonalat, amit az európai jogszabályok jelentenek. Ez a törvény több ponton sérti az európai jogot és a nemzetközi jogot. Egészen elképesztő látni, hogy a Soros Alapítvány dróton rángatja az Európai Bizottságot. Így reagált a Fidesz-KDNP frakciószövetség szóvivője. Korábban is láttuk már, hogy Soros Brüsszelbe jár eligazítást tartani, az Európai Bizottság vezetőjének és vezetőinek zárt ajtók mögött tárgyalnak. Ezek a megbeszélések sohasem nyilvánosak. A szóvivő szerint Soros Györgynek mindenhol megvannak az emberei, akik teljesítik a kéréseiket. A Soros hálózat azért támad bennünket, mondta, mert nem vagyunk hajlandók végignézni, hogy Magyarországból bevándorló országot csináljanak. Ahogy minden esetben az Európai Bizottság most is meg fogja vizsgálni, hogy a törvénycsomag összhangban van-e az uniós szabályozással, és figyelembe fogja venni a Velencei Bizottság véleményét is. A Velencei Bizottság most közzétett állásfoglalása szerint hatályon kívül kell helyezni a stopsoros törvénycsomagot. A rendelkezés súlyosan sérti a civil szervezetek munkáját. A stopsoros korlátozza a gyülekezési szabadságot, és aggályosnak tartják azt is, hogy már a menekültek tájékoztatását és segítését is szabadságvesztéssel büntetni a kormány. A Velencei Bizottság szerint ez a szólásszabadság korlátozását is jelenti.